Szobákat vertek szét a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói hétfőn éjjel egy kollégiumban. Azt még nem tudni, hogy ennek köze van-e az új járványügyi intézkedésekhez, például a kollégiumok bezárásához. Volt olyan is, aki kalapáccsal verte szét a falat. Hétfőről kedre virradóra hangoskodás miatt riasztották a 11. kerületi rendőrséget ide a Budapesti Műszaki Egyetem Schönherz kollégiumába. Azonban hamar kiderült, nem egyszerű bulit tartottak a fiatalok, hanem néhányan törtek, zúztak az épület egyik 18. emeleti szobájában. Az interneten futó tűzként terjedő felvételek tanúsága szerint volt, aki kalapáccsal bontotta a falat. Mások matracokat dobáltak, székeket és ágyakat vertek szét. Az egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke példátlannak tartja az esetet. A BME hallgatóságának nevében azt gondolom, hogy kijelenthetem, hogy elhatárolódunk az ilyesfajta megnyilvánulásoktól. Szili Ákos azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy a villamosmérnöki és informatikai kar megvadult fiataljainak tette, összefüggésbe hozható-e a járványügyi szigorításokkal. Így többek között azzal, hogy a középiskolák és az egyetemek is áttérnek a digitális oktatásra. A hallgatói képviselet elnöke úgy látja, a vizsgálatok lezárultával akár ki is zárhatják a műszaki egyetemről azokat, akik részt vettek a rongálásban. A kollégium igazgatója közölte, a kárfelmérés akkor kezdődhet meg, amikor a diákok teljesen elhagyják az épületet. A műegyetem rektora a közösség értékrendjével összeegyeztethetetlennek tartja, ami a Schönherz kollégiumban kedd hajnalban történt.